A rendőrség közleménye szerint egy 56 éves férfi vitatkozott össze az utóbbi életét vesztő 64 éves sértettel. A konfliktus addig fajult, hogy a fiatalabb férfi elővette a nála lévő maroklőfegyvert és rálőtt haragosára, majd értesítette a rendőrséget és a mentőket. A sértett a gyors orvosi segítség ellenére a helyszínen életét vesztette, ismertette a rendőrség. A rendőrök az elkövetőt a helyszínen elfogták, gyanúsítotti kihallgatását követően pedig bűnügyi őrizetbe vették. Emberölés büntet miatt indult eljárás vele szemben. A helyiek megdöbbentek az eseten. Nem jó fényfet a településre se. Én is jól mérnek ismertem Zolit, tehát nekem nem volt vele semmi konfliktusom. Ez a másik nő is hallott a gyilkosságról. Inkább szamarónak, hogy ilyenekre vetemednek az emberek. Ez a helyi férfi úgy tudja, hogy egy elszámolási vita van a háttérben. Hát, hogy szerintem nem lett volna ilyen, ennyire fel dolog, hogy így beszéljenek az ember, hogy így végezzenek az emberrel. Hogy pisztolja, meg ilyen hülyeségekkel, szerintem ez hülye ötlet volt. A legfrissebb információk szerint a meggyilkolt vállalkozó nagyjából 1 millió forinttal tartozhatott az alkalmazottjának, ezen veszhettek össze.